újra eljött hozzánk Szent Karácsony napja, örüljön mindenki, ki a földet lakja. Megszületett Krisztus, kárhozattól megment, öröm van a mennyben, újongás van itt lent. Ez karácsony napján örömünk forrása, hogy van a világnak dicső messiása. Csak nem 2000 évvel ezelőtt Palesztina Názáret nevű városában élt egy lány, Mária volt a neve. Szépségéről és jóságáról még a szomszédos falvakban is beszéltek. Nem csoda tehát, ha kérője is akadt, egy József nevű ács, aki ezúttal el is jegyezte. Mindkét jegyes Dávid király családjából származott. Egy alkalommal Mária egyedül imádkozott, amikor Gábor angyal jelent meg előtte. Üdvözlégy Mária, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s telve vagy kegyelemmel. Mária igen meglepődött, de az angyal megnyugtatta. Téged választott az Úr, hogy Jézusnak, a világ megváltójának édesanyja légy. Én az Úr szolgálója vagyok. Legyen hát minden úgy, ahogy mondtad. Néhány hónappal később Augustus császár népszámlálást rendelt el. Mindenkinek abban a községben kellett jelentkeznie, melyből családja származott. Mária és József így elindult Názáretből Betlehembe, Dávid szülőfalujába. Hosszú út után végre megérkeztek, s elindultak szállást keresni. A jó Isten áldja meg kegyelmedet, hosszú út áll mögöttünk. A feleségem áldott állapotban van. Nagyon hálásak lennénk, ha egy éjszakára befogadnál. Sajnálok, jó ember, de az előtetek jövök minden helyet elfoglaltak. Nincs több hely a fogadómban. A falu határában azonban tudok egy barlangistálót. Majd ott meghúzhatjátok magatokat éjszakára. Így hát Mária egy barlangban hozta világra gyermekét, hólyába takarta, s jászol szalmájába fektette. A fényes éjszakában pásztorok őrizték nájukat. Egyszerre nagy fényesség támadt. Pajtás, mit jelent ez a fényesség odafent? Én ilyet még nem láttam, bár sok időt bejártam. Magam sem vagyok gyermek, mégsem láttam oly remek tündöklő szép csillagot, mert itt felettünk ragyog. Pásztorok, ne féljetek, nagy örömet hirdetek. Ma született megváltótok, Betlehembe menjetek. Találtok majd egy bepólyázott,
jászolva rálvó gyermeket. Ő a ti üdvözítőtök. Egy barlang, s egy csodaszép csillag. Menjünk be! Hát, ha ez az a hely, amiről az angyal beszélt. Békesség veletek, a kis Jézus keressük, hoztunk neki ajándékot. Mézet, sajtot. S hogy a hideg térben meg ne fázza Jézus, odaadom a bundámat. Énekeljünk egy éneket a kicsi Jézusnak, de csak halkan, nehogy felébresszük. Csillag tűnt fel az égbolton, ez a csillag vezette a három napkeleti bölcset a kis Jézushoz. Kik vagytok? A megváltót keressük. Mennyit vagyok, napkeleti király? Én Gáspár, messzi országból jöttünk, követve a csillagot. Én Boldizsá, köszönteni jöttünk, a zsidók új királya. Hódolatunk jeléül, fogadjátok el ajándékainkat. Tömjén, mirhát? Aranyat. Köszönjük, pihenjetek meg nálunk. Marika, ő ilyen egy ízfas fazéskal.
vagyok a boldizsár, aki szeretsen király. Betlehem csillag vándorol az égen, örömmel hirdeti reggel ünneplészen. Zengő ének szóval jöttöd várva vártuk, féltő szeretettel szívünket kitártuk. Betlehemi kis csillag, odafönt ragyog, áradnak sötétben a mennyei dalok. Titokzatos éjszakán égi angyal jár, istenfélő lélek a megváltóra vár. Gracias.